Azt jelenti, kedvel engem. Pasa várja önöket. Kövessenek. Pasa ideje nagyon drága. Fogják kérem rövidre. Itt vannak a nemes látogatók, tiszteletre méltó pasa. Hello, pasa. Hello, Barnabás. Régen láttalak utoljára. Bezony, hadd mutassam be egy kedves barátomat. A herceg. Őt keresi a rendőrség. Oh. Látom, jól vagy informálva, mint mindig. Semmi sem történhet pasa tudta nélkül. Üljetek le mindketten. Kellene a hercegnek egy hamis személy. Ó, azokhoz egyre nehezebb hozzájutni, és az áruk is nagyon fel. Nem kérjük ingyen. Ezt nézd meg. Arany. Pasa nagyon jól látja, Barnabás. Gyertek vissza ma este. Add vissza a pénzem. Pasa mondta, este gyertek vissza. Jobb, ha nem erőlteted, menjünk. Hidd el, benne megbízhatunk. Ideje felkelni, Oszkár! Hallod? Hol vagyok? A Queen Barban. Odakint szedtelek fel. Mélyen aludtál? Kevesebbet kéne dolgozni. Lehet, hogy igazad van. Mennyi az idő? Este 10, Oszkár. Az jó, nagyon jó. Most el kell mennem. Ne segítsek! Központ, látom a gyanúsítottat. Lángész, Oszkár? Az vagyok, és maga ki? Le van tartóztatva. Jöjjön velünk. Ó. Nos, varány, jutottál valamire a detektívünkkel? Jelenleg még semmi érdekes. Mink nyoma az agyában a hercegnek, semmi gyanúsat nem találtam. Nem te mondtad, hogy ő a kézen fekvő gyanúsított? De felség, tényleg ő az? Hadd folytassam a kihallgatást. Miért lásta le szándékosan az önt követő rendőrt? Maguk követtek? Ne próbáljon okoskodni! Nincs humorérzéke! Nekem egyszerűen muszáj leráznom azt, aki követ. Nyomozó vagyok, szakmai ártalom. Miért hagyta el a lakását személyi igazolvány nélkül? Néha kissé szórakozott vagyok, otthon felejtettem. Ebből elég? 3 hónap kénytelen munkára ítélem a törvénnyel szembeni tiszteletlensége miatt. Kutasd át a nyomozó irodáját, és tartóztasd le, aki ott dolgozik. Nem is. Tartóztasd le mindenkit. Igen, az épületben. Igen, örömmel. Soha ne becsüld le az ellenségeidet. Soha! Ez a pasa tényleg megbízható? Régi haverok a főnökkel, a mi oldalunkon áll. Kemény fickó, de tisztességes. Segít nekünk, ha tud. Reméljük. Hoppá, itt ő van, induljunk. Tessék az új igazolvány, tiszteletre méltó barátom. Mr. Chance. Pontosan. Ebben a borítékban 20 000 dollár van. Pasa, azaz arany többet ért. Valóban többet, de mást is kaptok érte, ami megfizethetetlen. Életed, Barnabás, hallod? Életed. Na ne, ez nem a te stílusod, pasa. Bó úr. Lángész Oszkárt tegnap éjjel letartóztatták. Ebben a percben éppen úton van egy munkatábor felé. Mindenütt keresik a kollégáit. Önök nagy veszélyben vannak. Oszkár nagyon régi barát. Ne menjenek vissza az irodába. Pasától kapnak egy járművet, ami majd elviszi önöket a felkelők bolygójára. Ott majd találkozhatnak Lorelei hercegnővel. Sok szerencsét. A főnök munkatáborban, ajjaj. Ez mind miattam van. Ki kell hoznunk onnan. Pasa, minden jót kíván önöknek. Jó utat, tiszteletre méltó barátaim. Hello, fiúk! A nevem Billy, de hívjatok csak kapitánynak. Hisz ez még gyerek. Hol tanultál repülni, az óvodában? Ó, de vicces valaki. Titeket hogy hívtak? Barnabás vagyok, ő meg Chance. De fura neved van. Nem ez a nevem. A hazámban árgálynak neveznek. Na hát, te tényleg igazi lovag vagy. 100%-ig. És most, kapitány, húzzunk innen. Rendben. Első megálló a lázadok bolygója. Várj, előbb menjünk Brooklynba. Meg kell mentenünk Moonit is. Vedd úgy, hogy már ott is vagyunk. Letartóztathatnak, ha ilyen gyorsan megyünk. Ne izgulj, Barty! Nem először rázom már le a rendőrséget! Mi az a lázadók bolygója? Azon a bolygón uralkodik Lorelei hercegnő. Az egész galaxisban ő az egyetlen, aki ellenállhat a sötét úrnőnek.
Megjöttünk, itt lakik Móni. Ti ketten várjatok meg itt. Ha nem vagyok itt 10 perc múlva, szálljatok fel. Átkutatni a házat, mindenkit letartóztatni. Jelentést kérek. Ön Móni Moon, Lángész Oszkár titkárnője? Igen, én vagyok az, de miért? Be kell jönni a központba. Senki sem megy a központba. Jaj, segítség! Minden egységnek erősítést kérek a 001-hez. Barnabás, Barnabás! Móni, van másik kiárat? Igen, a konyhán át. Háromig számolok és futás. Egy, kettő, három. Gyerünk, futás! Megmentetted az életemet. Gyorsan! Hát ez egy hajszálon múlt. És a hölgy kicsoda? Oda nézzetek! Ezek felénk jönnek! Bocsi, édes, a bemutatkozást majd később. Űrhajót észleltünk a 001-es koordinátánál, várjuk a parancsot. Utánuk! Ne engedjék el szökni őket! Kijöjjük a célpontot? Hányan vannak a fedélzeten? Összesen 5 személy. A pilóta, a titkárnő, a nyomozó, a szegénye! Az ötödik a herceg lesz! Pusztítsák el őket! Igen, felség! Tudtam, hogy a nyomozó is benne volt! Utálom az összes szivatot! Kapaszkodni! Lehet, hogy ez most egy kicsit rázós lesz! Ott jön a két másik! Vigyázz a kábelekkel, kapitány! Kapaszkodjanak! Nem lehetne végre elhúzni a csíkot? Te vagy a főnök, Barbie! Következő megálló a lázadó folyója! Az ellenséges hajó átlépte a fénysebességet, a mi hajóink nem alkalmasak a követésre. Mit hallok, Varagy? Nem vagyok semmire! Egy időtök sem ér semmit! Óhajt tőlem valamit, felség! Igen, igen, éppen jókor jöttél! Mutasd hát, mire vagy képes! Minden hajó minden legénységének! Őrszemek riadó! Ismétlem, őrszemek riadó! Parancs minden járőrnek! Kilőni az Orpheus rendszer felé fénysebességgel haladó hajót! Teljes megsemmisítés! XX709-es kód, teljes megsemmisítés! Most nem menekülsz, herceg! A barátok meglelik a fényt, s így elűzik az örök éjt. A sötét úrnőnek káosz a hazája. Vajon a hercegnek is útját állja? Argai herceg átlépett a jövőbe, és ezzel felkeltette a sötét úrnő haragját, aki érzi, hogy a herceg veszélyt hoz rá, minden hatalmával azonban, hogy minél előbb megtalálja őt. Hőseinkre újabb és újabb veszélyek várnak. Vajon megmenekülnek-e majd a csapdákból, amelyeket a gonosz királynő állít nekik? Ne hagyd ki Argai herceg újabb kalandjait téren és időn át. A következő rész címe a Börtönbolygó. Magyar hangok. Vojlaki Dénes, Uri István, Hóber Frank Pál, Zsigmond Tamara, Varga Tamás, Bőm Anita, Bartók László, Bozai József. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Csaba Tamás, gyártásvezető Csorba Éva, szinkronrendező Győrvár Judit. A szinkron a HVS stúdió megbízásából a Szinkron stúdióban készült 2005-ben. Producer Csaba László. Forgalmazza a HVS stúdió. Egy cserép